Üdvözlöm Önöket! Egy vérbő komédiával mutatkozott be Bács-Fekete-hegyen a Soma Színjátszó Társulat. Ők 2 év kihagyás után szerveződtek újjá, és az első bemutatójukat már is teltházzal fogadta a közönség. Kozsár Zsuzsanna Hőség című darabját vitték színre Hajvert Ákos rendezésében. Ki az úr a házban? Hangzik el többször a reneszánsz kort idéző műben. A Hőség című darab a férfiak és nők viszonyait boncolgatja, valamint az is kiderül az előadásból, hogy miért kínozza oly nagyon a fiatalokat a hőség a nyári éjeken. Calandrino történetét sokszor komikus jeleneteken keresztül, a malackodásokat sem mellőzve ismerhetjük meg. A család fő szerepét Szabó László öltötte magára. Calandrino ugye a szerepbe festőként van megfestve, aki ugye hát a feleségétől fél, és hát ugye ő akar a házura lenni, ami nem sikerül neki a végén. Én azt hiszem, hogy sikerült ebbe a bőrbe belebújnom, és hát alakítani Calandrinót, azt hiszem, hogy sikerült. Hogy érzi, miért fontos egy ilyen településnek, hogy legyen éljen itt amatőr színjátszás? Feketics bács Fekete-hegy mindig is híres volt az amatőr színjátszás terén. Nagyon hiányzik a feketicsi közönségnek a színházi előadás. Nem mondjam, ha a feketicsiek szerepelnek, akkor telt ház van. 10 bács Fekete-hegyi és környékbeli felnőtt amatőr színész vállalt szerepet az Újjáélet társulatban. Nem szeretem a sorozatokat, nem szeretem a számítógépet. Ha van egy pici időm, akkor vagy kézimunkázok, vagy szórakoztatom a közönséget. Így szórakozok én is. Milyen érzés volt a bemutatón színpadra állni? Én már voltam többször színpadon, sőt rendeztem is, de színészként állni nekem egyszerűbb, könnyebb, mert rendezőként. Nem csak egy emberért izgulok, hanem az egész csoportért. Most is izgultam. Én gyönyörűséges tesszám, szép ropogósan megsütve, citrommal a szájában. Micsoda gyönyörű. Micsoda lilla. Másfél hónap alatt állították össze az 1 órás darabot a somások. Ahhoz képest, hogy pánikoltam az elején, ahhoz képest nagyon jó volt, hogy pozitívan csalódtam gondolom magunkban. Nem tartottam nehéznek, mert végül is elmondta a rendező, hogy mi az elvárása, és ahhoz próbáltam tartani magam. Közben meg már megint sajátunkat áldozzuk fel, hogy jól lakassuk a pocsaleső barátaidat! A darab az Boccaccio Decameronjából összeszemezgetett összeállítás. 2007-ben a reneszánsz évében kiadtak, pontosabban a Budapesti Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus adott ki egy füzetecskét, amiben jó néhány dráma van, reneszánsz dráma, és a fölnőtt drámák között találtam ezt. Egy felvidéki szerzőnő, Kozsár Zsuzsanna írta meg ezt a Decameron alapján. Egy történetet mesél el benne, és azért tűnt izgalmasnak egyébként, mert nem csak színházat játszik, hanem színházat a színházban játszik, és ettől még izgalmasabb volt ez a történet. Egyébként amikor elolvastam, akkor azt gondoltam, hogy ez 45 perc lesz. Hát nem annyi, ezt már látjuk, de igyekeztem úgy kitalálni az egésznek a milliójét, hogy maradjon a falu, és minél kevesebb dolog kelljen a színészeknek, hiszen nagyon kevés időnk volt rá. A premier után a Feketics Művelődési Egyesület berkeiben működő Soma Színtársulat a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 20. találkozóján is bemutatja a produkcióját április 17-én Bácskertesen. További ambíciókban is bővelkedik a társulat, tájolást és az újabb előadások készítését is tervezgetik.
A művészetről sokféle aspektusban lehet beszélgetni, amit nyilván a művészek hovatartozása és a művészi irányultságuk is meghatároz. A Magyar Kanizsai Art Caféban a színész színházigazgató, az író, a grafikus művész, a karikatúrista és a kritikus, vagyis a Magyar Művészeti Akadémiai tagjai osztották meg gondolataikat. Egymás számára is és számunkra is érdekesek voltak ezek a gondolatok. És Pécsi Györgyi általában. A hangulatos est vendégei Ráczkevei Anna Jászai Mari díjas színművésznő, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, Ferdinandi György József Attila díjas író, Pécsi Györgyi kritikus és Léphatpál karikaturista volt. Velük Bicskei Zoltán, a szervező regionális kreatív műhely igazgatója beszélgetett. A 4 évtizedi külföldön élő Ferdinandi György saját bevallása szerint örömmel hozta haza a madárlátta kenyeret, mert csak így látja értelmét hosszú ideig tartó franciaországi és puertorikói tartózkodásának, bár 3 írószövetség tagjaként is még mindig kívülállónak érzi magát a hazai magyar irodalomban. Én mindenütt magyar szemmel próbáltam nézni a világot és az én helyzetemet, vagyis hát pontosan magyarul gondolkodtam egész nyugati életem alatt. A lényeg végül is az, hogy bármi történik velem, bármilyen nyelven, hiszen a dolgok nagy része az mégiscsak franciául történt velem, vagy pedig spanyolul, bármilyen nyelven történnek a dolgok, azt én magamban azonnal lefordítom magyarra, és magyarul élem meg, hiszen magyarul fogom megírni. Pécsi Györgyi kritikus úgy ítéli meg, hogy a Magyarországon megjelenő 4-5 ezer könyvből jó, ha 200 megérdemli a kritikus figyelmét. Kritikusként mindkét művész pályáját jól ismeri, műveik és színészi alakításaik tömkelegében otthonosan mozog. Ferdinandi Györgyöt kiváló írónak tartja. Nagyon rokonszenvesek azok a történetei, hogy az emigrációból nem a sikerembereknek az életét írja le, hanem azok, akik kallódtak, kicsit úgy megkattantak, perifériára kerültek, legyenek ezek magyarok, franciák, spanyolok. Legközelebb a magyarországi, vagy a magyar prózaírók között talán Guillaume Nándorhoz áll. Ez a valóságról írni, azokról az emberekről, akik valósággal éltek itt, ezeket a sorsokat megragadni, úgyhogy nem mond mást vagy többet, mint ami megtörtént. Ezt egy picit, ahogy Guillaume mondta, dúsított realizmussal megemelni. Ferdinandi György pedig egy picit a szeretettel, az érzelmi hozzáadása és a variációkkal teszi érzékletesebbé és gazdagabbá. Talán Guillaumehoz áll legközelebb. Színésznőnek vagy színházigazgatónak lenni 2 nagyon különböző dolog. Ráczkevei Anna, akit egyebek mellett Meryl Streep magyar hangjaként is ismer, a nagy érdemű, igazgatóként sem hagyta ott teljesen a világot jelentő deszkákat. Hát szerencsére nem kellett abba hagynom a színészi munkát sem, jóval kevesebb természetesen, mint azelőtt volt. A szinkron az teljesen megszűnt szinte, mert nagyon keveset vagyok Budapesten. De azért a gyakorlatból nem jövök ki. Most például ebben az évadban egy nagyszerű előadás részese lehettem, és lehetek is folyamatosan. Mészáros Tibor kollégánk írt egy darabot, Tar Sándor novellái ihlették, az a címe, hogy Istent a falra festeni, és nagyszerű előadás született. A beszélgetés folyamán a művészi szabadság is fókuszba került. Hát a szabadság az egy örök kérdés. Művészettel és szabadsággal foglalkozni mindenki foglalkozik. Ugye a pásztorembertől a rajzolóig, a riporterig, mert ez mindig egy központi kérdés, hogy hol a határ? Hol a határ a művészetben, hol az életben? Hát bizonyára az életben is, meg a művészetben is közel áll a határ egymáshoz. A határ mindig bennünk van. Hogy én kit és hogy rajzolok meg, vagy kit hogy kérdezek meg, az mindig a helyzettől, tőlem függ, és attól, akit kérdezek. Engem nagyon érdekelt Ferdinandinak a gondolatai a szabadságról, meg arról, hogy a bizonyos távolságból hogy néz ki az, hogy magyar irodalom, amelyikbe beletartozik ugye Sütő is, Szilágyi Domokos is, a párizsi műhely is, és sok minden, és a válasza a számomra tökéletes volt. Tökéletes volt, mert az ártformákról, a hagyományról úgy beszélt, és az avantgárdról, hogy az avantgárd szerinte olyan, mint a szamárköhögés, amelyiken mindenki átesik, de utána valamit tenni kell.
játékosan így válaszolt, mint hogyha egy karikaturista válaszolt volna, de színigazat mondott, és csak alá tudom támasztani. Én nem mondhatok többet erről. A színvonalas est szervezője a Regionális Kreatív Műhely, társszervezője a József Attila Könyvtár, támogatói pedig a Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Kanizsa Önkormányzata és az Égtájak Egyesület volt. Petőfi Sándor estel ünnepelték a költészet napját itt Szabadkán, és nem csak a költészet napját, hanem egyben a Karcz Irodalmi Kávéház fennállásának harmadik évfordulóját is. Az est keretében természetesen Petőfi versválogatások kerültek megzenésítésre, illetve hangoztak el versformájában. Ami érdekesség, hogy szerelmes költemény ezúttal alig kapott helyet az előadásban. A Szabadkai Népszínház művészei és a Karcz Irodalmi Kávéház tagjai követték el ezt az irodalmi estet. Tarka lett egy kismese, szájbe Laci fejébe. Volt egy ember, nagy bajúzos. Mit csinált? Elment a kúthoz. De nem volt íze vele, bekapta magát, telemerte. Mindig a színészek válogatják a verseket, és akkor aztán úgy kisakkozzák, hogy akkor most ne mondja ugye két ember ugyanazt, meg hogy terjedelemben is elég legyen a műsor. Nem tudom, én most biztosra mentem, tehát lényegében az ilyen általános iskolában tanult Petőfi verseket gyorsan felelevenítettem is kicsit. Megpróbáltam áthangsúlyoztatni magamban, tehát nem úgy, ahogy még tizenpár éve tanultam. Ürgét akar önteni! Ni, ott az ürge! Mi ürge, mind szalag, pillanat! És oda bent van, mennagyukban! Az egyik a jövendőlés, a másik pedig a fölszedtem sátorfám. Nem tudom, hogy mennyire ismertek ezek a versek. Olyanokat próbáltam válogatni, amik nem annyira ismertek. Álmodtam én is egyet. Nem fejtenéd meg, mit jelent? Szárnyaim növének, és átrepültem a levegőt, a végtelent. A zenei világa a Petőfi Karcnak egy kicsit, úgy mondjam, punkrockosabbra sikerült, skásra sikerült, és pontosan azért, mert azt beszéltük Gézával, akivel ugye együtt írjuk ezeket a dalokat, hogy Petőfi forradalmár volt, és tényleg megszállottan hitt abban, hogy a hazát azt fel kell szabadítani, hogy elnyomás alatt van a magyar nép, és ezt teljes messzélességgel csinálta, ami azt gondolom, hogy már annak idején is példaértékű volt, hogy valaki ennyire fanatikusan ki tudott állni a saját igaza mellett, és nyilván, és ebből a szempontból én itt egy abszolút egy ilyen Che Guevara típusú embernek látom, a maga korában természetesen, és ezért nyúltunk egy olyan zenei formához, ami keményem, ami picit kifejezi azt a belső hihetetlen feszültséget és energiát, amiben Petőfibe benne volt. Megbeszéltettem Petőfit. Mindegyik karcra így kísérletezek ilyen-olyan videó technikákkal, és akkor most kipróbáltam a 2D-s animációt, úgyhogy Petőfinek az állóképe majd elkezd beszélni a száján. Szenvedjen bár szívem, a végdalok ne szűnjenek meg. Hát, ha általok, kissé vidítom szomorú hazámat. Mondjuk a Géza megkérdezte a Kucsera, hogy ugye barát, rendben van az egód? Hogy az én hangomon beszél Petőfi? A költészet napja az a Karcz Irodalmi Kávéház születésnapja is, és ez a harmadik születésnapunk idén, és minden évben próbálunk egy-egy olyan emblematikus költővel, nem mintha többiek nem lennének azok, de egy olyan költővel, aki nagyon népszerű is, és sokfelé ismert költővel előrukkolni, és valahogy így ez a 3 évad alatt, amióta mi működtetjük ezt az irodalmi kávéházat, így forogta ki most a kerék, hogy Petőfi Sándorra mindenkinek felcsillant a szem, hogy tényleg Petőfi még nem volt, úgyhogy most Petőfi. Jaj, a hátam, oda van. Szomszédbácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös, fügykös somnyele, melyel engem így fogányú csépele. Én az első 2-3 karcba benne voltam, azután az örkény karcot kihagytam, és mint néző ültem be,
és nagyon éreztem magam egy késztetést, hogy én is úgy elmondanék valamit, vagy én is felmennék a színpadra, én is ott lennék velük, és akkor eldöntöttem, hogy többet nem hagyok ki egy karcot sem, úgyhogy azóta tulajdonképpen egyet sem hagytam ki. Mindig próbálunk egy saját utat járni. Tehát, hogy ha most éppen ska alakul belőle, akkor az legyen ska. Ha éppen egy jazz standard alakul ki belőle, akkor az legyen jazz standard. Tehát, hogy azt gondolom, hogy van a szöveg, vagyunk mi, egyszer csak ez valahol találkozik, és születik belőle valami, amit mi hitelesnek érzünk. Hát a Karcz Irodalmi Kávéháznak alapvetően az volt a célkitűzése, amikor megalakult, hogy nézzük meg, hogy hány embert érdekel még az irodalom, ilyen formában, hogy mi próbáljuk tálalni. Ez inkább egy összművészeti irodalmi kávéház próbál lenni, tehát a verseket a zenével, a képzőművészeti kiállításokkal mindennel egybe kötve adjuk elő, és színművészek előadásában hallani a dalokat is, meg a verseket is, és talán maguknak a színészeknek a népszerűsége, a költőknek a népszerűsége, az talán bevonz olyan embereket is, akik vagy régen olvasták ezeket a verseket, vagy még nem találkoztak vele a fiatalok esetében. S ott pénzre tetszett, lett megyeri, víg, hazafele menvén ugrándozik, hiába inti őt szentpéteri kari, vigyáz! Kedved majd követen vigyáz! Végtelenül örülök, és nagyon nagy melegség tölti el a szívemet, hogyha abba vele gondolok, hogy Szabadkán van 100 és néha még 200 ember is, aki kíváncsi a költészetre, kíváncsi a lírára, kíváncsi erre 10-10 pár emberre, aki ezt szívvel, lélekkel, teljes odaadással, ingyen és bérmentve hónapról hónapra csinálja. Azt kell mondjam, hogy a legelső irodalmi kávéházokhoz képest sokszorosan több a közönségünk, úgyhogy a Petőfi Irodalmi Kávéháznak is lesz ismétlése május elején. Szabadka a Fürdők Városa címmel rendeztek kiállítást Szabadkán, mégpedig április 10-én a Klein House művészeti galéria épületében. A tárlaton szereplő alkotásokat a Control V csoport művészeinek alkotásaiból válogatták. A szerveződés tagjai megmozdulásaikkal elsősorban a letűnt értékekre szeretnék felhívni a figyelmet. Ő már csak egyre ágaskodott géres kis testében, mintha érezte volna, hogy dagad új csápja lőj, testesedik. A megnyitó kulcs szereplői a gázállarcot viselő fürdőruhás túlélők voltak. Az extravagáns megjelenésű katasztrófa turistákat megszemélyesítő művészek formabontó öltözékét Szabó Barna Éva művész nevén Evetke álmodta meg. Ez nem kell 30 évet várni, hogy esetleg rosszabb legyen a helyzet, hanem lehet, hogy pár év, és már nem tudom, még rosszabbodik mondjuk a vizeknek a minősége. Mert nem tudom, mondjuk gyerekkoromban én még fürödtem a Palizsban, most meg már 10 éve vagy 6-8, nem tudom, nem is lehet fürdeni bennem. És honnan jött az ötlet ezeknek a ruháknak a megalkotásához? Mi adta az ihletést? Hát valójában én ruhákat tervezek, meg inkább hobbi szinten képzőművészkedek, és akkor hát a többiekkel együtt szoktunk Tagton alkotni, és akkor szóltak, hogy lenne ez a projekt, van-e kedvem, és akkor mondtam, hogy van, de akkor úgy gondoltam, hogy jobb lenne, ha valami ruhát csinálnék, mint hogy most fessek, és akkor így ez az ötletem jön. Az elmúlt években Szabadkán és környékén számos olyan negatív esemény történt, amely a város egykori fürdőkultúrájának hanyatlását eredményezte, hangzott el a rendezvényen. Ilyen az egykori fekete fürdő hanyatlása, vagy a Heiser fürdő lerombolása, mondták el a Szabadka a Fürdők Városa kiállítás április 10-ei megnyitóján. Az esemény ihletadója egy Kraken nevű vízi szörny, amely könnyöltelenül lerombol minden útjába kerülő objektumot. Ha szétnézünk, szerintem elég szörnyű a helyzet. Ez nyilván egy folyamat. A szörnyre, mint szimbólumra tekintünk, így emeltük ki, így próbáltuk meg körbejárni a témát, ami igazából tapasztalható a városban, hogy egyszerűen annyi potenciállal rendelkezik Szabadka a fürdőzés tekintetében, és ma azt látjuk, hogy semmi nem valósulhat meg ebből, mert ugye volt két nyilvános fürdőnk, ami rendben van, persze az évek során nyilvánvaló, hogy ez eltűnik, vagy ködbevész, de annyi más minden lehetett volna,
ami alkalmas arra, hogy Szabadkán legyen egy normális fürdő. Ugye például ott van a fel nem épült uszoda a kiserdőben, illetve hát nem beszélve a Palicsitóról, ami maga is tehát szörnyű állapotban van, és alkalmatlan teljesen a fürdőzés. Szóval erre szerettünk volna reflektálni. A Klein House Social Bar and Art Gallery épületében található tárlaton szereplő munkákat a Control V csoport tagjainak alkotásaiból válogatták a szervezők. A szerveződés tagjai megmozdulásaikkal elsősorban a letűnt értékekre szeretnék felhívni a figyelmet. Programjaikkal emellett a fiatal vajdasági művészek alkotókészségét is ösztönözni szeretnék. A bemutatott művek aktualitását a szabadkai fürdőkultúra hanyatlása adta. Maga a Control V, mint beillesztés, egy valamiféle hiánypótlást próbál szimbolizálni. Az elmúlt időszakban nagyon sok vajdasági magyar fiatal művész költözött el vajdaságból, és ezért sokkal kevesebb kiállítás, művésztelep, hasonló esemény zajlik, mint a múltban. És ezzel a beillesztéssel egyrészt erre próbálnánk utalni, hogy szeretnénk visszaállítani, illetve a jelen fiatal művészeit beilleszteni vissza a vajdasági magyar kulturális életbe. És a döntésnél még a nagy V betű is természetesen közrejátszott, ami magát vajdaságot szimbolizálja. És ugye, hogyha már beillesztés, akkor valószínű, hogy ezzel a kiállítással is a fürdő kultúrát szeretnétek visszailleszteni. Azt hiszem, nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy szeretnénk, illetve nosztalgiával tekintünk a régi fürdőkultúrára, és nagyon bízunk benne, hogy ha csak bármilyen párbeszéd kulturális diskurzus szintjén elindul valami, vagy ebbe az irányba mozdul valami, és ha már ezt el tudjuk ezzel érni, akkor úgy gondolom, hogy sikeresnek tekinthetjük a munkánkat. A Control V csoport képviselőitől megtudtuk, hogy a szabadkai fürdőkről megszervezett kiállításuk mellett egyéb megmozdulásokat is terveznek. Akik kíváncsiak a szabadkai fürdők futurisztikus, ám kissé horrorisztikus művészi ábrázolására, azok május 15-ig látogathatnak el a Klein House-ban helyet kapott tárlatra. Ennyi volt a Vitrás erre a hétre, köszönöm figyelmüket. Jövő héten, amivel biztosan várom Önöket, az a vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozójának legfrissebb eredményei, illetve rövid összefoglalója, és természetesen új művészeti tartalmak. Várom Önöket akkor is.